Bár javában tart a téli szünet, az elmúlt hetekben nagyon sok volt a hiányzó az iskolákban. A tél beálltával számos betegség előfordul a gyerekek között, jelen vannak közöttük a bőrbetegségek, fertőző betegségek, gyomor-bélhurutok, a tipikus vírusos bélfertőzések, és nagy számban jelen van a gyerekek között a koronavírus is. Mosolygó Éva háziorvos híradónknak azt mondta, nagy az esetszám emelkedés, és miután a főtünetek nem speciálisak, összemosódhatnak a többi fertőző betegségével is. Ezért a szülőknek érdemes már az első tünetek megjelenésénél gondolni a koronavírus fertőzés lehetőségére is. A kicsik ugyanis könnyebben átvészelik, mint a felnőttek, ezért fontos a gyanús kisgyermeket minden esetben tesztelni. Azonban a legfontosabb védekező eszközünk továbbra is az oltás. Már adott az 5-11 évesek között is a lehetőség, a szakemberek arra buzdítanak, hogy oltassák be a legkisebbeket is. A fehérvári oltóhelyeken erre a gyermekeknek a téli szünetben is lesz lehetőségük, a Kikinda Juti oltópont hétfőn reggel 7 órától várja az oltakozni vágyókat. Ami kicsit azért jellemzőbb, hogy több a hányás hasban és a gyomor-bélrendszeri tünet, de egyébként az izomgyengesség, a fáradékonyság, a hőemelkedés, láz, köhögés, nátha, vagy csak eldugult orváladékozás nélkül azt is kifejezetten ebben észleljük, de ez gyakorlatilag az összes többi fertőzésben is előfordulhat, és a differenciál diagnosztikában a korrekt eszközünk az egyértelműen a teszt. Orbán Viktor miniszterelnök a héten bejelentette, hogy februártól a boltokban élelmiszerért is lehet majd fizetni szépkártyával. A magyar közlönyben december 24-én megjelent rendelet szerint a szépkártya február 1-e és május 31-e között használható élelmiszervásárlásra, dohánytermékekre és alkoholra azonban nem. Nem ez az egyetlen új dolog azonban, egy másik rendelet is megjelent, amely a szépkártyákon lévő források szabad felhasználhatóságát szeptember 30-áról december 31-ig egyedikére módosítja, azaz több mint egy évig még szabadon, alszámláktól függetlenül lehet költeni a kártyán lévő pénzt. Látványos vonulások fogadják a Velencei tóhoz kirándulókat. Számos vadmadarat lehet megfigyelni például a dinnyési kilátónál is. Az igazi madártömeget a vadlúd, a fajon belül a nagylilik alkotja, amely egyre nagyobb számban van jelen a Velencei tónál. A nagylilik elsősorban Szibériából és a skandináv országokból érkezik, itt tölti a telet. A százezres nagyságrendet is elérheti a számuk. A fenyőrigó, vagyis régies nevén a fenyőmadár, szintén téli inváziós madár. Nagy csapatokban is összeverődnek a tóparton, akár ezres tömegben is lehet őket látni. A Kárpátokban fészkelnek, ilyenkor a vadludakhoz hasonlóan védettebb helyet keresnek. Azok, akik kirándulást tesznek a tó környékén, megfigyelhetik a vadludak napi ritmusát, reggel 7:30-ig kirepülnek, majd délelőtt visszatérnek inni, majd ismét kimennek a tóra, este pedig szintén látványos a vadliba húzása Velencei tóra és a dinnyési fertő környékére. Nagyon nagy élmény, mert ritkán lehet látni, általában a ősszel, amikor a madarak költöznek el és verődnek össze egy-egy területen, mondjuk mint a Tatai tó, vagy ez a Velencei tó. Most egyébként arra is voltam kíváncsi, hogy gyakorlatilag ez a vízszint ingadozás, amit a Velencei tón volt, vagy van is jelen pillanatban, hogy ez mennyire van hatással a madárvilágra. De úgy látom, nincs egyáltalán. Hamarosan eljön az év azon szakasza, amikor egymást érik a szilveszteri bulik, hangoskodások, petárdák és tűzi játékok. Nekünk embereknek az év legvidámabb, leghangosabb időszaka, az év méltó lezárása, de a legtöbb vadállat és háziállat számára rettegéssel teli félelmetes napok következnek. A hangos tűzijátékok, a különböző petárda hangok, a dudák, durranások, az éles, ismétlődő hanghatások az állatok érzékeny hallása miatt felérnek egy kínzással. Ekkor tűnik el a háziállatok, legfőképpen a kutyák legnagyobb hányada is az évben. Több ezer kutyus megy világgá szilveszter éjszakáján, ezért Krebs Gyöngyi, a Heroszfehérvári állatotthonának vezetője arra hívja fel a figyelmet, hogy a következő napokban figyeljünk jobban a házi kedvencekre, hiszen a megijedt állat ilyenkor elszabadulhat és sokkal nagyobb távolságot is meg tud tenni, mint egy átlagos séta során. Póráz nélkül ilyenkor ne vigyük semmi szín alatt sétálni az állatot, és hát persze, ha tudunk, akkor legyünk velük, és teremtsünk olyan környezetet, ahol minél kevésbé stresszelnek ezektől a dolgoktól. Illetve hát a kutya tulajdonosok ugye előre is tudnak gondoskodni, tehát legyen a chip benne, legyen az az átorvosra megnézetve, hogy tényleg a regisztráció rendben van,
hú, egy hónapja megváltozott a telefonszámunk, akkor ez legyen átiratva, hogyha bekerül a menhelyre egy állat, akkor hamar megtaláljuk a gazdáját. Ugye az elsője az azért ezzel szokott telni, hogy ilyenkor kapunk jelzéseket, kapunk állatokat, és akkor próbáljuk megtalálni a gazdikot, hogy minél előbb visszakerüljön az állat.